pokoli nehéz lesz, hisz ahogy Szuper Levente is említette a stúdióban, az olaszok pokoli jól védekeznek. Magosi. Sarauer. Teszi is hátra, jön a belem! Megvan a vezetőgól, 1-0! Nagyon finoman fogalmazta, azt mondta, hogy remélem legalább 40 másodpercet egy lövőhelyzetet kialakítunk, mert nem lövőhelyzet volt ez, hanem gól. De nem lövésből lesz a gól. Laposan a lepkés oldalt, bal alsó sarok, pont ott elmegy a lábak mellett, de fölkerül majd a korong. És az is a védők ellen dolgozott, hogy itt ez a passz nem körbe megy, hanem keresztbe, ugye, tehát egy embert megspóroltunk a felső a jobb oldali hátvédet, kihagytuk a játékból. Nagy Krisztián a bulinál, magyar részre, el is hozza! Mit elhozzad egy gólpaszt? Zseniális! 2-0, 2 perc, 8 másodperccel a harmad vége előtt. Hát ez amikor ugye a letámadásos hoki meghozta azt, hogy benn van a buli. Magosi első gólja. Nem figyeltek rá, pedig úgy elnézik, ott be is lehetne karikázni. Bam! Gyakorlatilag nem ért már oda a blokk. Jó helyre jött el. Mondtam is, a buli elhozatal milyen fontos lesz támadó harmadban. Igazából 2-3 másodperc kellett ehhez, hogy ez bemenjen. Nem lép ki oda a védő, pont botra jön. Kegyetlenül be lehet ezt varni. Sikerrel járt, mert válsz. Rinszám a másik botfogású lett volna, azt ellövi. Rossz passz. Sofról jól megy tovább, még mindig nála van, vezetgeti keresztbe, gól! Hát ez a legjobb eredmény a megtartásra! Immáron megvan a harmadik, Sofról addig vezetgette keresztbe az olasz harmadban, amíg lövőhelyzethez jutott, és ha már ott volt, akkor el is lőtte. Megvan az első gólja az idei VB-n. Igen, nem olyan elánnal indult a kapu felé, szerintem nagyon az elején el se hitték, hogy ezt ellövi, aztán addig talált magának helyet. Éppen bent tartotta egyébként a harmadon belül. Megint volt egyébként magyar játékos ott a kapus orra előtt, aki igen eredményes, zavaró munkát fejtett ki. Kóger természetesen. Bernard nem sokat látott Sofi akciójából, a lövésből meg még annyit se. Megvan a harmadik. Igen, még egy kis adalék, hogyha emlékeznek a kazakok. Egger fordítja át a másik oldalra. Rajna! Odaér még egy magyar bot, pedig Rajnán már szinte átcsorgott. Figyeljünk! Kapjuk egy gólt. Ez nem jött jókor. Még jönnek az olaszok, még megpróbálják természetesen. Egy bágyat fonák. Vas átveszi és küldi vissza. Felperdül, és ez bent van! Itt van a vége! Hú, ez hogy bepottyant! Innen már nincs visszaút, 44 másodperccel a vége előtt, egy nem mindennapi góllal Magyarország végleg bebiztosítja győzelmét. Igen, egy utánunk levő meccs lesz, ugye a lengyel-ukrán, mind a kettő leendő ellenfelünk, és ott dől el igazán, majd ellenük, hogy ez az olasz siker mennyit ér valójában. Itt van még egyszer, itt belekap az olasz Helfer. De már nem tudja utána megakadályozni, hogy gól legyen belőle. Időnként remek játékkal egészen magabiztosan veri meg Olaszországot ezen a világbajnokságon. 4-1! És mennek a többiek köszönteni Rajnát. Ma ugyebár ezen a találkozón az éppen táblázat aljáról felfelé pislogó ukrán nemzeti csapat lesz az ellenfelünk. Mikvov. Becsúszik. Átpattantott, vagy a poton. Becsúszik, vezet Ukrajna ezzel az emberelőnyös góllal. Indulni nem tudott az ellenfél, erre jó volt ez a hasonló csúszás. Vas eladja. Blagi. Miknovnál van, Miknov átad a szigor! Adott korunk saját harmadon belőle. Nidenko 2-0. Csak egy lövőcsel most Belemtől. Sarauer teszi tovább. Kapu!
Bóger. No most egy lövés, belem és Sarauer végre! Hát nekik ugrottunk. Ugye a vasat már eltörte Sarauer, nem is olyan régen. Most felavatja Zaharchenkót, aki remélhetőleg eddig bírta ezt a nyomást. Emlékszel a belenyúlósokra, távoli lövés, és a belenyúlással tulajdonképpen kikerült a kapus előteréből a korong, és onnan már nem volt nehéz dolog. Fel a korong, lövés, belenyúlás, ott, és ezáltal pedig kinyílik a kapu oldala. Sarauer első gólja a világbajnokságon, 3 assziszt után most ő maga zárja le ezt az akciót, és jó, hogy kézbe vette a dolgok ilyen jellegű irányítását, hisz nagyon-nagyon kellett ez a magyar gól. Benem Sarauer 9-9 pont a magyar válogatottban a... Mári rá a palánkra, Kóger jól bújik ki, gyorsan ki kell alakítani azt a lövőhelyzetet. Kóger szépen tartja meg, Sarauer. Kóger gól! Sarauer zseniálisan teszi vissza oda a rövid oldalra, és Kóger kapásból bevágja, 2-2. Ezek a kapástövésekre kell kijátszani, nincs ideje se a védőnek, se a kapusnak. Kóger újabb góllal gazdagítja egyébként is remek életművét ezen a VB-n, ez már a 3. gólja. Végig járt a korong, palánk mellett. Itt indul el vele Sarauer. Bum! Visszateszi, és mire Zaharchenko felnéz, addigra már a füle mellett besüvít a korong. Igazából az, hogy bevittük a korongot a kapu mögé, azzal a kapust rákényszerítettük egy fejmozgásra. Most végre kijön a harmadból, mi több, Kóger rá is tud csapni, Kóger lép ki, Sarauer középen, és nem van! Megadta a bíró! Rámutat a kapura Sarauer, a gólszerző akkor! Ilyenkor még azt mutatja, hogy benn volt, most ki fogják elemezni, de az biztos, én úgy éreztem, első hogy a fejezetet meggyertük. Én úgy érzem, az a kérdés, hogy egyrészt a kapust mennyire támadtuk ott, másrészt, hogy Sipszó előtt mente be, elmozdultam, egy ukrán játékos, hogy elsöpri a kaput. Na ebből talán többet látunk. Kóger jön. Ott még egyértelmű. Ez... Bem, gól, gól lesz, kérem, a kapus de lába között. De figyelj majd az ukrán játékos, aki oldalról csúszik be. Oldalról. Szerintem ez gól. Gól. Szerintem ez elébb, gól. Előbb lépett, vagy legalábbis nagyon szeretnénk ezt látni, hogy bejön. És megadta! Nem tehetett mást! Miknov. Sajnos most jól kipihente magát az ukrán első sor, viszont elhozzuk a korongot. Sofron megindulhat vele, Sarauer mellette. Gól! Átcsúszik a kapuson, és megvan a következő 4-2 Magyarország javára. A rövid sorokban mondtam, hogy egyszer nem lesz szerencséje. Átszivárgott rajta ott a pontos kesztyű alatt, a csípőjénél. Wow. Csak eljött az a pillanat, amikor a 20 esztendős kapus nem bírta tovább ezt a nyomást. Sofron eltiltás után 2 meccs, 2 gól. Ember hátrányból is betalálunk, és könnyen lehet, hogy ez perdöntő ebben a kérdésben. Zaharchenkónak most nem volt meg az a szerencséje, ami eddig uralta számára ezt a mérkőzést. Átcsorog Sofron korongja. Esélyr a hátra, szívacsi! Nem hátra, csak átbucskázik valahogy a gólvonalon. Ő még legalább kap egy strigulát, véd egyet, és itt van a vége. Magyar észre lesz Sarauer, 2 plusz 4, vagyis 6 ponttal az ellenfélnél, pedig Marcin Kolus, aki 2 plusz 3, vagyis 5 pontot gyűjtött eddig. No és akkor fehérmezben Magyarország vezetheti az akciót. Nem tette hátra. Galant nem tudja kicsúsztatni saját harmadából. Hári megint. Jól tartja meg, Sebők. Ő kap egy jó blokkot Dzsubinszkitól. A két szurkolótábor megint külön párbajt vív, be nem beleáll! Lejön a kapusra, Hári! Megvan az a gól!
Szári János az Otromnyiról lecsorgó korongot bevágja, 1-0 Magyarország javára. Nagyon kellett, hogy be nem úgy lőtt el, hogy botos kesztyű, és ezt nem tudta a kapus oldalra tenni, csak kifelé, mármint neki befelé, és akkor abból a Hári meg bam, be a léc alá. Ez 1-0 ide, de valójában 2 gólos előny. Hári tehát a gólszerző, de Benem megint elévületetlen érdemeket szerez ebben a találatban. Sebők, Benem onnan ellövi a hosszút majd. Innen lövi, Odrobnyi csak oldalra tudja tenni. Hári meg ott van a lehető legjobbkor, és fölemeli a felső vas alá. 1-0. Hárinak ugye ez a második gólja és a negyedik pontja. Bricknél van. Ott hagyja Kolusnak. Kolus egy lendülettel. Pász jut tovább, megint Kolus. A legjobb lengyelek vannak bent természetszerűleg. Sebők nem ér oda. Elhozza Pász jut. Brick kapás, gól! Óriási gól! 3 perc, 8 másodperccel a vége előtt Brick bevágja 1-1. Nem látott semmit Rajna, beállt a kelé, és pont oda a lepkés válla fölé kapta. Semmit nem látott szegény, egyet többen voltak lehozott kapus mellett, ez átment, ennyi hiányzott. Hihetetlen 3 perc lesz még itt hátra. Most a csarnok lengyel része robban fel, Brick óriási lövést eresztett el, és megszerezte a VB-n első gólját. Kíváncsi ezek, hogy mikor viszik majd újra le, mert nekik még egy gólt kell lőniük. Semmit nem látott. És nem tudott lemenni a lengyel kapus most. 17, és akkor most el kéne valahogy hozni azt a bulit. Egyelőre nincs meg, Brick hozzá el. A korongot saját kapuja mögül. Vas János támadja, most indul le Odrobnyi, Brick jön. Les! Nem Les? Nem megy ott meg! Benn van! Hát most már nem kell számolgatni, ott van! Csak átbocskázott valahogy a gólvonalon. Egy kupacban a magyar csapat. Csernob az attól fél, hogy ott megkül a magaslati levegőn. Vége! Én nem néztem, hogy ki lőtte, de... Én sem, csak azt, hogy jusson be. Azt néztem, hogy az a vonal az ilyenkor a kapuig tart-e, vagy sem. Ilyenkor már nem tudja az ember. Na, itt lesz még egyszer. Szirányi. Ő paskol bele. Mekkora, olyan lassan megy, hogy ekkora gólt lőn. Micsoda gól. Szirányi. Szirányi. Élete talán a legfontosabb gólja Szirányinak. Nem volt még pontja. Szirányi, 2-1 ide. Feljutottunk megint, és most 4000 néző előtt, nem 400.000 kilométerre innen. Így legalább túlórázni sem kell egy esetleges győzelemért. Szentpéter vár, meg Moszkva vár, meg nem tudom, ki vár még. Itt a buli. Megvan. És itt a vége. 2008 Szapporó egyszer ide nem megismételhetetlen eset volt a magyar válogatott életében, hisz itt van a példa. Most már mint rutinos világelithez tartozó csapat utazhatunk majd Oroszországba. 2-1-es győzelem Lengyelország ellen. Hol van már az, amikor nyitott pályára kényszerült a magyar hoki? És hol van az, amikor a Megyeri úti pályáról a büfé tetejéről kellett forgatni, és a rendőrkutya őrizte a vaslétrát alul, hogy ne tudjunk lejönni. Ilyen. Hol van már az, amikor végre fedett csarnokba bekéreckedett a magyar válogatott, és a magyar csapat is bebocsátást nyert egy bajnoki döntő keretében. Ez még az azóta elhamvadt BS-ben történt. De a magyar válogatott nem hamvadt el, a magyar válogatott megmutatta, hogy ismét tud életjeleket mutatni. És most már a mezőny létszáma, amely a 90-es években, ugye a teljes mezőny létszáma azt érte el körülbelül azt a nagyságot, amit most Csernomáz egy válogatott összetartásra be tud invitálni a keretbe. És a magyar hoki kinőtte önmagát, és ismételten el tud jutni oda a legjobbak közé. Szarauer, Rajnát búbolgatja.
Nagyon egységben volt ez a csapat. Kazak kilógott, csak tőlük kaptunk ki. Csernoval egy másik kanadai edzővel is sikerült kiharcolni egy feljutást.